Köszöntöm kedves nézőinket! A Tápió Plusz magazin első évfolyamának hetedik adását látják itt, a Williams Televízió csatornáján. Csernoszki Katalin vagyok. Negyedik alkalommal sem volt mindegy. Mécsesekkel, világító Halloween töklámpásokkal kijelölt, mintegy 2,5 kilométeres útvonalon került lebonyolításra november 7-én Uriban az idei tök mindegy futás. A célba érkezést követően meleg tea és forralt bor várta a résztvevőket, akik kellemes beszélgetések közepette fogyasztották el jól megérdemelt frissítőjüket. Közösségi felültetés néhány jó ötlettel megöntözve. Tápióságon a tavaly pályázati pénzből elültetett fák már is poltásra szorultak. Bár az 54 darab kőrisfa munkanap kellős közepén érkezett meg, bőven akadt önzetlen szorgos munkás. Sajnos a szép sétáló út fáit, a padokat, szemeteseket nem csak az időjárás pusztította, ezért az önkormányzat és a lokálpatrióta közösségek a jövőben a fásításokat, a parkok felújítását a jó szándékú civilek minél szélesebb körének bevonásával szeretnék elvégezni. A Tápiómenti Tömegsport Alapítvány szervezésében december 7-én 8 órától Sűsápon a Kapás udvarból kiindulva ismét megrendezik a Mikulás futást és túrát. A rendezvény célcsoportja az óvodás, általános és középiskolás korosztály, rajtuk keresztül a családok, és minden sportolni, kikapcsolódni vágyó helyi vagy a térségben élő lakos. A rendezvény célja a téli sportfoglalkozások népszerűsítése, a hideg időjárásban végzett szabadtéri mozgások jótékony, immunrendszer erősítő hatásának hangsúlyozása. Én azért szeretem Sűsápot, mert úgy érzem, hogy minden ember engem szeret. A Tápió Mente táncegyüttes az elmúlt évben ünnepelte 45. születésnapját. Gálaműsoruk nagy részét elvitték Sűsápra. November 8-án teltházas előadással tisztelegtek az egykori alapító Domján Lajos előtt. Most szokatlanul a gálaműsort követő interjúkat láthatják először, műsorunk második felében pedig a táncokból is adunk majd ízelítőt önöknek. Thank you.
generáció volt a színpadon. Fontosnak tartott ezt, hogy mindenkit legyen? Természetesen. Hát én hiszek ebbe a tápjómentés családba. Nagyon régen nem mindig működött ez a több generációs összefogás, de azon dolgoztunk most az elmúlt pár évben, hogy a régi táncosok is megtalálják a helyüket ebben az együttesben. Mi is szívesen támaszkodunk rájuk, hiszen nagy tudásuk, nagy tapasztalatuk van. Én szeretem látni, hogy a gyerektáncosaink vagy utánpótlás táncosaink nem csak a mostani felnőtt együttes táncosait látják, hanem azokat is, akik még tőlük tanultak. Az alapító is jelen volt, jelentette ez valamiféle nagyobb drukkot? Természetesen, hiszen a mostani felnőtt csoport táncosai, az mind az ő keze munkája gyümölcsét gyakorlatilag, az ő keze közül kerültek színpadra. Természetesen ilyenkor jobban oda teszik magukat azért. Az látszott, hogy dolgoznak a régi oktatónak, a régi barátnak, aki velük együtt élt, innét lentről nézve folyamatosan kísérte az összes mozzanatot, ami a színpadon történt. Ezt ön véhetően valószínűleg nem látta, de itt lentről én ezt nagy csodának véltem. Hát nem szabad elfelejteni, hogy a Lajos bácsi 43 éven keresztül minden próbán ott volt, minden egyes mozzanatot kidolgozott. Most csak viszonylag kevés koreográfiát tudtunk elhozni az ő hatalmas munkásságából. Kicsit módosítottunk azon a műsoron, amit a 45 éves gálára csináltunk, hiszen egy más közönségnek hoztunk műsort, de nem szabad elfelejteni, például Lajos bácsi alapítója volt a Duna Művész Együttesnek is, mint profi táncos. Én külön örülök ennek a dolognak, hiszen én meg 22 éve táncolok a Duna Művész Együttesben, mint tánckarvezető vagyok az együttes jelen pillanatban. Tehát kicsit én is úgy érzem, hogy én a Lajos bácsi onnan a székből, zsigerből minden másodpercet nyomon követett, mi dolgunk meg az, hogy a függöny mögül a járásokból figyeljük ugyanezt. Mindent lehet másként, jól, jobban is, de hogyan látja a jövőt? Hát én, ahogy elmondtam a színpadon is, azt őszintén gondoltam ott is és most is meg tudom erősíteni, hogy ezt az alapot, amit a Lajos bácsi 43 évig lerakott és építgetett és csinosítgatott, ezt nekünk fel kell használni, ügyesen, okosan, a mai kor követelményeit megfelelően, de az érték az akkor is érték volt és most is érték lesz. Azt hiszem, hogy az utat kijelöltük. Abban van a jövő, hogy a gyerekeknek megpróbáljunk egy olyan közeget, egy olyan közösséget mutatni, ami ezt a olyan kultúrközeget, inkább azt mondom, amiben ma is megtalálják ennek a folklorhagyománynak az örömét, az izgalmát, az igényességét. A tápiómente táncegyüttest itt Sűsápon személyesen nem nagyon ismerték. A nevethez kötődik ez, hogy megismerhették a sűsápiak ezt a táncegyüttest is. Igen, ez jellemző nem csak a tápióvidékre, más régiókra, más kistérségekre, más településekre is, hogy mindent értékelünk, ami messziről jön. Értékelünk olyan dolgokat is, ami a miénk, a mi gyerekeinktől, a mi szüleinktől jön létre, és 5-6-10 kilométerrel arrébról nem tudjuk a csodákat. A tápiómenti táncegyüttes Kubától az Egyesült Államokig, a néhai Szovjetuniótól Iránig, Európa minden országában 46 éven keresztül lépett föl. Táncosa is volt olyan, aki ma itt él Sűsápon a 60-as évek végén, a 70-es évek elején, és nem jutott el 21 kilométerre. Ez bennünket is jellemez, tápióvidéki embereket, jellemzi a népművelő társadalmat is. Én ebben meggyőződéssel hiszek, hogy nekünk ezeket a szomszédságbeli értékeket sajátunként kell szeretnünk. A nagykátai tápiómente sikere, az a tápióvidék sikere, a tápióvidék egyik szép új városa Sűsáp. A mi sikerünk, a mi csapatunk is ez a tápiómente táncegyüttes, és valóban 5 évvel ezelőtt, amikor ide jöttek, nem ismerték őket, ma már ezt nem mondhatjuk el, ma már ismerik őket. Polgármester úr is elmondta bevezetőjében, hogy hamarosan bízik benne, hogy Sűsápnak is lesz néptánc együttese, és ennek az alapjait azért most talán sikerül majd letennetek.
Igen, Bacskai Balázs a nem konkuráns, hanem társ néptánc együttes Tápió Szecsői, Ofera Sándor népi együttes kiváló fiatal táncosa jelentkezett be nálunk. Egyébként a együttes alapító ma 100 esztendő születésnapját ünnepelnénk, a néha Ofera Sándornak a dédunokája, hogy szívesen oktatná a sűsápi gyerekeket, fiatalokat és felnőtteket. Azért is, hogy a nagyon-nagyon sikeres táncházainkban, amit a német házaspárnak, az Ihajla együttesnek és barátainak köszönhetünk, el tudjanak jönni felnőttek, fiatalok és gyerekek úgy, hogy még nagyobb élmény legyen a számukra a táncházi mozgás, a táncházi táncolás, és talán azért is, hogy esetleg néhány év múlva létrejöjjön a magja egy ilyen néptánc együttesnek. Nem vagyunk olyan könnyű helyzetben, mint 1968-ban, rengeteg impulzus, rengeteg hatás éri az embereket, rengeteg lehetőség közül választanak ma a szülők, és nagyon nehéz őket rábeszélni arra, hogy tartsanak ki hosszú-hosszú évekig egy-egy gyermekük számára választott elfoglaltság. Legyen ez egy futball, legyen ez egy kézilabda, legyen ez egy szakkör, vagy legyen egy népi tánc. Ha döntöttek mellette, akkor jöjjenek, tartsanak ki, mert ennek az eredménye, hogy ilyen produkciót lássanak, mint ami itt fönt van, ezek bizony hosszú éveknek a szerves munkája. Tápió Szent Márton hírét a Hurka Töltő Fesztivál is öregbíti. 2014-ben immár 10. alkalommal rendezték meg a vidéki hagyományokat felelevenítő szokást, a hurka töltést. Ezen a napon az érdeklődők a hagyományos disznőlést és annak feldolgozását is nyomon követhették. Köszöntjük a Tápió Plusz magazin nézőit! Évvel ezelőtt a Tápió Szent Mártoni Hurka Fesztivál útjára indult, és hát ugye itt vagyunk 2014-ben, nagyon hosszú volt ez az idő. Hogy indult ez annak idején? Hát 2004-ben kerültem én az intézménynek az élére, és akkor azon a nyáron keresett meg Vér János, Tápió Bicskei lakos, de tőlünk származik Tápió Szentmártonból, ő foglalkozott a gasztronómiai dolgokkal, megkereste a Tóth János polgármester urat meg engem, hogy ő el tudna képzelni itt egy hurkatöltő fesztivált ezen a gyönyörű csarnokban meg az udvarán, hasonlóan a Békés Csabai kolbászfesztiválhoz, hogy állunk mi ehhez a dologhoz. És akkor polgármester úrral belevágtunk, tehát az elsőt azt hárman kezdtük el szervezni, és akkor ez kinőtte magát 10 év alatt nemzetközivé. Nem 10 év alatt, mert már a következő évben nemzetközi volt, és akkor ez egyre-egyre növekedett, és akkor most tartunk itt ennél a nagy gasztronómiai eseménynél. A zsűri tagjait honnan sikerült összeszedni, meghívni? Hát ebbe is János segített nekünk, Vér János, és Németh József, a Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnöke. 10. éve ő is első perctől fogva mögé állt a rendezvény mögé, és azóta ő a zsűrinek az elnöke. El tudom képzelni, hogy annak idején kezdték valahonnan, és el szerettek volna jutni valahová. Hogyha volt ilyen terv, akkor ezt sikerült-e megvalósítani az évek folyamán? A cél mindig az volt, hogy családias maradjon ez a rendezvény. Tehát hasonlítva a Békés Csabaihoz, tehát ami már vállalkozási alapon van, tehát a miénk nem. Mi támogatásokból, önerőből rendezzük meg ezt a fesztivált, és 50 csapatnál többet soha nem tudtunk befogadni, ugyanis nem tudunk elhelyezni. Most voltak időszakok, amikor mondjuk fölé ugrottunk egy kicsikével, de ez az 50 körüli csapat, 40-50 csapat körül, aki részt vesz, és akkor hát a sok-sok látogató.
Ebben az évben viszont 31 néhány csapat látogatta meg ezt a rendezvényt, ugye? 37 csapat jelentkezett az idén, de zsűri elnökével beszélgettünk, hogy jellemző az egész országra, hogy egyre kevesebben jelentkeznek ilyen rendezvényekre, de nem azért, mert mondjuk nem szeretnének, hanem rengeteg fesztivál van Magyarországon, tudnak válogatni, és akkor ami közelebb van, talán azt választják. Bizonyára sok év alatt sok érdekességet is látott itt a tányérokban. A mai nap volt-e olyan érdekesség, amit ki lehet emelni? Én most nem is a tányérokat emelném ki. Van egy nagyon kedves nagykátai csapatunk, aki 2004-ben is segített nekünk abban, hogy ez a rendezvény létrejöjjön a részvételükkel, és ők most 10. éve minden évben itt vannak, és mikor az asztaluk mellett mentem el, nagyon boldog voltam, mert megláttam, hogy mind 9 évre kirakták a oklevelüket, és akkor odarakták, hogy 2014 kérdőjellel, és ez nagyon szép látvány, meg öröm, hogy itt vannak, és ők mindig nyertek, tehát mindig is jól is szerepeltek, tehát nem emléklapjuk van, hanem oklevelük. És ez nagyon tetszett én nekem, hogy ezt még tablóba is megcsinálták. Polgármester úr, Tápiószentmártonban a 10. alkalommal rendezték meg a Hurkatöltő Fesztivált, de ez egy programsorozat része. Igen, ez a Márton Napok programsorozatnak a része, ez egy egyhetes ünnepség sorozat, minden napra van valamilyen érdekes programunk, gyerekprogramoktól kezdve a generációk találkozójáig, és ezzel a záró esemény, ez a gasztronómiai fesztivál, amit jubileumilag 10. alkalommal rendeztünk meg. Akkor, amikor kitalálták 10 évvel ezelőtt a rendezvényt, akkor mi lehetett a céljuk? Van erről önnek információja? Igen, úgy tudom, hogy a rendezvénynek a eszmei alkotói, ők azt szerették volna, hogy a falusi életben igen fontos disznóvágást és feldolgozásnak a hangulatát és kultúráját ilyen módon tudjuk megőrizni és egy hagyománnyá tenni. Ugye nem titok, hogy ön egy frissen megválasztott polgármester Tápiószentmárton élére most lépett. Bizonyára nagyon sokan kérdéseket tesznek fel, például, hogy megmaradnak-e ezek a típusú fesztiválok. Mi a polgármester elgondolása erről a témáról? Igen, mindenképpen támogatok mindenféle kulturális rendezvényt, és szeretnék minden olyan kulturális eseményt folytatni, amelyek a lakosság érdekét szolgálják, illetve akár idegenforgalmilag is támogatják a településünket. Melyik a ronda? Patrik, kellenek a kis szalonna darabok is. Pándról vagytok, és a tűzoltók azok szeretnek főzni, ezt tudjuk. És a hurkához is értenek? Hát most ez ki fog derülni, megpróbáljuk ezt megmutatni, hogy értünk a hurkához is, úgyhogy egy májas hurkával és egy véres hurkával neveztünk a versenyre. Most először itt Tápiószentmártonban? Igen, először vagyunk itt a versenyen. És hogy gondoltátok, hogy 10 év után, illetve 9 év után a 10. évben itt meg kell mutatkozni? Honnan az ötlet? Elvileg az ötlet az egy pici súgás alapján volt, és ugye én szoktam hurkát készíteni másnak is, és most megkerestek minket, hogy nem lehetne-e, hogy itt is megmutassuk, hogy mit tudunk. És milyen esélyek vannak? Persze gondolom szétnézni nem tudtatok, hiszen mindenki nyakig van ilyenkor a munkába, a hurkába. Igen, nem tudtunk szétnézni, de elég érdekes dolgokat lehetett hallani, kaprossat, meg ilyeneket. Hát mi azért próbáltunk maradni annál a hagyományos ízvilágnál, amit a tűzoltók maguk szeretnek, ugye bent szolgálatban, amit megsütünk, megeszünk, tehát azért mi nem szeretnénk elmenni egy másik irányba, amit itt sokan képviselnek. Szokták mondani a csípősre, hogy tüzes. Szeretik-e a csípőset a tűzoltók? Természetesen szeretjük, csak azért egy valamit le kell, hogy szögezzünk, tehát a csípős egy ilyen versenyen nem lehet domináns íz, hanem itt minden másnak egységesen kell kijönnie. Tápiószecsőről jöttetek, ez a csapat talán a 10 év alatt mind a 10-szer itt volt, nem? Hát ha nem 10-szer is, de 5-ször az már biztos.
De látom, hogy ki vannak rakva a gyönyörű szép eredmények is, tehát nem eredménytelen az itteni munka? Nem, tavaly megnyertük a különleges hurkát, előtte évben a véres hurkát, és az előtte évben pedig a májas hurkát. Most is egy különlegesség készül, valami békönszalonnás érdekesség. Mi lesz ez? Egyáltalán ezzel neveztek-e, vagy csak ilyen saját magatoknak készítitek? Nem, ebben nevezni fogunk. Ezt le is teszteltük otthon, kipróbáltuk. Ugye ebben májas hurkát fogunk tekerni, és csak így megsütni. Hány fős a csapat a mai napon? 13-an vagyunk, de délutánra még többen várhatók, akik ugye... Mind a 13-an dolgoztok? Igen, mind a 13-an. Van mindenkinek egy-egy kis feladata, beosszuk, és akkor mindenki közösen segít, hogy jó eredményeket érjünk el. Lassan sülnek majd a hurkák. Mekkora volt a csapat, aki hip-hop mindent elkészített, hiszen ti már készen vagytok, úgy még a többiek most töltik a hurkát. Ez egy 6 fős csapat. Többször nyertünk itt már versenyt, úgyhogy 6-an vagyunk. Ez a jó barátok. Milyen rendezvényeken fordul meg ez a csapat? Szinte minden rendezvényen, ami ilyen főző, meg egyéb ilyen fesztivál jellegű. Mindegy, hogy nyertek vagy nem nyertek, ott legyetek, ez a lényeg? Így van, a részvét a fontos, meg a társaság. Nagyon dolgoznak, de én úgy látom, hogy a káva a mai napon megszállt a Tápió Szent Márton, nem is egy csapattal vannak, ugye? 2-3 csapatban. Ugyan 2, mert a harmadik az csak fél csapatban, az Pándiakkal van, a tűzoltóság. Viszont önök azért le vannak maradva. Hát van itt olyan kávai csapat, aki már arra vár, hogy kész legyen a hurkasütése is. Józsukám, nekem az a lényeg, hogy mire a lényeg, hogy meglegyen a zsűrinek, addigra készen vagyunk. Milyenféle fajta hurkát készítenek? Hát csinálok sima fehér hurkát, akkor ilyen vegyesen, amiben van füstőcalonna, kapor, az kapros véres lesz. Ez a két fajta fehér lesz, ez a különleges, amikben füstőcalonna ki van sütve, az van benne, meg sima fehér hurka, abban nincs semmi máj. Másikban van máj is, akkor csinálok zsemlésvérest, meg kapros vérest. Nagyon érdekes fűszerezést használnak. Ezt otthon, amikor disznóvágás van, akkor is szoktak ilyen fajta hurkát készíteni? Igen, én szoktam csinálni, de én izét szoktam csinálni, zsemlésvéres csak. Én jó köménymagosan csinálom a zsemlésvéres, nekem az ízlik, én azt csinálom. Nagyon sokan megpirítják előre a zsemlét, és úgy rakják bele, hogy fehér maradjon a kocka. Igen, megpirítjuk a sütőbe, és akkor úgy lesz beáztatva. Én ottól leszoktam abba léve egy kicsit porrázni, hogy ne legyen az a kemény, és akkor én úgy töltöm. Meg szalonna megy bele, ez a fehér nyers szalonna kockára vág, úgy, mint a zsemle kocka. Ugyanolyanra van vágva a szalonna is benne. Akkor viszont szép is lesz a hurka, amikor meg van vágva, ugye? Igen, lehet látni mind a kettőt, olyan mozaikos. Mekkora a csapat? Azt látom, hogy az asszonyok sürögnek, forognak, segítenek. Én segítek nekik. Ezt akartam ebből kihúzni, hogy végül is kiízesít, kikészíti azt a hurkát valójában. Itt összedolgozunk, úgyhogy itt minden, kóstoljuk, mindenki. De azt tudja, hogy az általában nem jó, hogyha mindenki, mert mindenkinek más. Azért a végén, na, itt a főnöknő, ő dönt. Jó az ízlése a főnöknőnek? Hát, majd elválik, de jó, jó. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm. Jó barátok csapata. És hát gyönyörű szép díszítéssel. Honnan érkeztek önök? Ez egy vegyes társaság, ez Tápió Szent Mártonból vagyunk, Ceglédről és Nyársapátról. Honnan ez a vegyes társaság? Ez egy baráti kör. Ez évek óta itt versenyzünk, volt eredményeink is itt már. Nagyon készen vannak már önök is. Mikor kezdték el a munkát? Rendesen időben, 8-9 óra felé. Csak versenyeken szoktak disznótoros lakomákat rendezni, vagy az a baráti társaság azért megtalálja az alkalmat arra, hogy rendszeresen összejöjjenek akár disznótorosra is? Igen, igen, mindig ilyen, hát nagyobb rendező, ezen kívül szoktunk ilyen lecsófesztiválokra, ilyen főzőversenyeken részt veszünk. Általában egy a csapatunk, úgyhogy nagyon jó, csodálatos. Milyen hurkát készítettek? Készítettek-e valami olyan különleges hurkát, amit itt mondjuk szokás is készíteni? Igen, csináltunk hagyományos fehér hurkát, és csináltunk egy különlegességet, amit erre nem igazán ismernek. Valamikor úgy nevezték ezt, hogy a szegények hurkája, egy tárkonyos gersli hurka.
Hát tápióságon mostanság már szokás lett minden hagyományőrző rendezvényen megjelenni. Ismét találkozunk Tápió Szentmártonban. Voltak már itt? Igen, most vagyunk negyedszer a rendezvényen, 2010-ben voltunk először, és most már minden évben fogunk jönni. Milyen hurkát készítettek a mai napon? A mai napon lesz májas hurka, véres hurka, és lesz egy különlegesség, ami cipóba sült hurka lesz. Mindenki próbál valami különlegességgel készülni. Az elmúlt 3 évben milyen különlegességekkel indultak itt Tápió Szentmártonba? Hát erre pontosan azért nem tudok választ adni, mert nincsen itt a csapatvezetője, de mindig valami különlegességet kitalálunk, előtte otthon kipróbáljuk, és akkor úgy nevezünk a versenyre. És akkor az idei különlegesség az honnan jött, kinek az ötlete volt? A idei különlegesség itt a hölgynek az ötlete volt, aki itt van mellettem, ő találta ki, és ezzel fogunk most nevezni. Hát ez az a különlegesség, és ön találta ezt ki. Mi ez valójában? Egy cipóban sült hurka, tehát a tölteléke hurka, egy ilyen májas jellegű hurka, ami egy nagyon vékonyan kikolofolt hússal van körbevéve, és egy ilyen burgonyás tésztában van megcsinálva, összerakva tulajdonképpen, és megsütve. Van egy olyan gondolatom, hogy ön ezt nem most készítette először? A gondolat az most született meg tulajdonképpen. Soha nem készítették még el? Csak kipróbáltuk otthon. Tehát akkor ez nem egy olyan étel, amit mondjuk otthon azért szoktak fogyasztani, vagy még eddig nem tették? Nem tettük, mert disznőlések alkalmában van ugye ez a töltelék, amivel meg tudjuk tölteni. Mai műsorunk további részében megismerkedhetnek a lábtoll labdával, valamint a Tápió Mente Táncegyüttes gála műsorából is láthatnak összeállítást. Maradjanak velünk!